Az ajándéktárgyak már az új gazdáikat várják az asztalokon. Helyi emberek és a borászok összefogásának köszönhetően idén már 11. alkalommal rendezik meg a Tolcsvai Borfesztivált, a térség legnagyobb bor és gasztronómiai rendezvényét. Ezen alkalommal is három napon keresztül fogadják majd a hegyajai faluba betérőket, akik 24 helyszínen kóstolhatják meg a tokai borokat. Jó szokás szerint a település egész területén lehet Tolsvályi bort kóstolni. A fő helyszín természetesen a Kastélypark lesz, de ugyanúgy helyszín lesz a világörökségi pincesor, vagy a Kopaszkai pincesor. De tulajdonképpen az egész település területén találunk olyan kóstolóhelyet, ahova érdemes betérni. A kóstolóhelyeken több esetben is díjnyertes borokkal fogadják a vendégeket. Az idei Tolcsvai hegyköségi borversenynek az egyik nagyon nagy tapasztalata volt, hogy a 2013-as évjárat borai nagyon kiválóra sikerültek, hiszen a kiosztott 16 nagy arany, mell nagy arany között nagyon sok olyan volt, amit, amit 13-as évjáratú volt. Természetesen a pincéknél a teljes repertoár végig lehet kóstolni a jegyeken található borokon kívül is, ezt mindenki maga dönti el, vagy a pincemesterrel kell megbeszélni. A rendezvények között megtaláljuk majd a helyi népdalkor műsorát, a a Debreceni Helyőrség zenekarát, de a csíkzenekar az Ergó vagy éppen a mai is lágereket játszó fiatal tehetségek is színpadra állnak. A gasztronómiáról a helyi pékmester gondoskodik. A Tolcsvai Borfesztivál ideje alatt az alig 2000 fős községet, több mint 15 ezer ember keresi fel a három nap alatt.